tömegpusztító fegyvernek számító anyaggal, a szarinnál tízszer mérgezőbb idegméreggel ölték meg Kim Jong-namot, jelentették be Malajziában. Az észak-koreai diktátor féltestvérét két nő gyilkolta meg a múlt héten. A hatóságok szerint a VX nevű idegmérget használták, amiből már egy csepp is halálos. Ebben a Kuala Lumpuri luxus negyedben kutattak a malajziai hatóságok VX idegméreg után. Mint kiderült, ezzel a tömegpusztító fegyverrel végezték ki az észak-koreai diktátor Kim Jong-un féltestvérét. Ezek a felvételek a múlt héten készültek a Kuala Lumpuri repülőtéren, és már bejárták a világot, de csak most mutatták ki a vizsgálatok, hogy a vietnámi és indonéz nő VX idegmérget kent Kim Jong-nam arcára. A 46 éves férfi saját maga kért segítséget a biztonságiaktól, aztán az orvosi ügyeletre ment. Ott azonban összeesett, és már nem tudtak rajta segíteni. A VX vegyi fegyver. Még nyomozzuk, hogyan került be az országba, mondta a malajziai rendőrség főfelügyelője. A VX idegmérget még az 50-es években fedezték fel Nagy-Britanniában, eredetileg rovarirtónak szánták. A 60-as évektől nagy mennyiségben gyártották vegyi fegyverként az Egyesült Államokban és a Szovjetunióban is. Saddam Hussein iraki diktátor 1988-ban használt ilyen tömegpusztító fegyvert a kurdok ellen Irak északi részén. 5000 ember halt meg, a hidegháború után azonban betiltották a VX használatát. Legközelebb a 90-es években hallhattunk róla, amikor egy japán szektavezér, aki szaringázt engedett a tokiói metróba, maga állított elő VX-et, amivel legalább egy embert megölt. A VX az idegrendszert támadja, az áldozat orra folyni kezd, szeme begyullad, nehezen lélegzik, hány, erősen izzad, majd elveszti az eszméletét, leáll a légzése és meghal. Mindössze 4 mg elég belőle, hogy megöljön egy 100 kilós embert. Kim Jong-nam halálával kapcsolatban Malajziában eddig 4 gyanúsítottat vettek őrizetbe, a két külföldi nő mellett még 2 férfit. Több észak-koreai gyanúsított is van, köztük a Kuala Lumpuri nagykövetség másodtitkára. Fenyen viszont Malajziát tette felelőssé a merényletért.